Azok a versenyzők, akik Magyarország második számú országúti kerékpárversenyen, a Gemenci Nagydíjon egy-egy szakaszon, vagy éppen az összetetben meghatározóak tudnak lenni, azok a nemzetközi középszintű körversenyeken, VB-ken, olimpiákon is képesek voltak legalább a mezőny első felében végezni. Ilyenre az országúti kerékpársportban a nemzetközi élvonaltól való távolodás évtizedeiben csak nagyon kevesen voltak képesek. Mintha ennek a hosszú bőti időszaknak a végére értünk volna, ezt vetítette előre az idei, immár a 45. Gemenci nagydíj, amelyen mind a két szakaszt magyar versenyző nyerte, Walter Attila és Pelikán János személyében. A szakemberek kategórikusan cáfolták azt a feltételezést, miszerint mindez azért történt volna, mert a nemzetközi mezőny ezúttal gyengébb lett volna a szokásosnak. Szilas László, aki nem csak a Gemenci nagydíj, hanem a Tour de Hungary versenyigazgatója is, amondó egyáltalán nem erről van szó, a szekszárdi Grand Prix mezőnye az elmúlt években jellemző színvonalú volt, és még nőtt is az. Itt volt 6 kontinentális profi csapat, én nem mondanám, hogy a mezőny gyengébb, mint amennyire eddig volt, inkább azt mondanám, hogy a mi versenyzők lettek jobbak. Ugye a pénteki napon Walter Attila, aki az egyik legjobb utánpótlás csapatban van a világon, ő hozta meg a győzelmet, ma pedig Pelikán János, aki már múlt héten is nyert egy versenyt, egy UCI versenyt Magyarországon, mind a ketten csúcsformában voltak, és nem ennek köszönhet ez a siker, nem annak, hogy a mezőny lett volna gyengébb. A verseny szakmai értékének izgalmasságának használt a legvégén Szekszárdon a Kálváriára való felkapaszkodás előtti változtatás olyan nehezítés, amivel világbajnokságokon sem mindig találkoznak a kerékpárosok. Ugye a pénteki napon egy vadonatúj emelkedőt használtunk a Kalász utca, Mester utca útvonal, ami helyenként több mint 20%-os és iszonyatosan nehéz és kemény. Egyébként a Stráván meg lehet nézni, Walter Attila 21 és feles átlagot ment ezen az 1200 méteres helyen, ami brutálisan jó eredmény. Ma pedig ugye hétvége révén az volt a kérés és az igény a város részéről, hogy csináljunk egy körpályát és mutassuk meg a szekszárdiaknak minél hosszabb ideig a versenyt, ezért egy komoly emelkedőkkel tűzdelt, mondhatni, hogy hegyi kört jelöltünk ki, ahol 4 kört mentek. Én úgy gondolom, hogy a magyaroknak ez feküdt, és a város is jól viszonyult a lezárásokhoz. Én szeretném, hogy a jövőben is hasonló szakaszokat rendezhessünk. Régi álom, hogy legyen a Gemenci Nagydíjon volt szekszárdiakból és egy-egy feltörekvő fiatalból álló szekszárdi csapat, emlékeztetvén a 3 évtizedes dicső múltra. Volt erre kísérlet már az idén. Az ex-szekszárdi, már a Pannon Cycling színeiben versenyző Ízlistekker Zsolt, és a még szekszárdi juniorkorú tehetség Schneider Sebestyén benne volt ebben a vegyes csapatban. És dicséretük legyen mondva, az első szakaszon mindketten az első 50 között érkeztek. Teljesen új csapat, nagyon szétszórtak vagyunk, van Debrecenből, Pécsről, Szekszárdról ketten, így a csapatnak a nagy részét, vagy két főt azt most ismertem meg, hogy kerékpároznak, a többieken már egy csomó versenyen indultunk együtt. A csapatmunka az úgy, ahogy megvan, így megpróbálunk elég sokat kommunikálni egymással, hogy kinek kell frissítő, vagy kinek ki hogy érzi magát a szakasz közben, és akkor próbálunk annak az embernek segíteni, aki jobb formában. Tegnap segítettek nekem megpróbálni, hogy a mezőny elején kezdjem az emelkedőt, ez össze is jött. Sajnos a végére elfogytam. Ízlistekker Zsolt olyan helyen van, ahol fejlődhet annyit, hogy ott legyen a top 20-ban, amit már az idén is remélt. Bízhatunk a Schneider fiúban is, hogy jövőre még erősebb lesz. És bízhatunk abban is, hogy a Szekszárdon nevelkedett Fábián testvérek valamelyike elfogadja a következő meghívást. Hát, ha a Hollandiában versenyző Mészáros Bencének is jó időpontban rendezik majd a következő Gemenci nagydíjat. Sok bizony a kérdőjel, de miért ne állhatna össze egy valóban szekszárdi gyökerű csapat már a jövő évi Gemenci nagydíjon?